Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornán! Az előző videóban láthattátok, hogy hogyan is készítettem el az én házi tésztámat ehhez a lazánya recepthez, most pedig megnézhetitek, hogy hogyan is kell elkészíteni egy egyszerű, rikottás, szuper sajtos házi lazányát. Hogyha érdekel benneteket, maradjatok velem! Először is előkészítünk egy zöldséges alapot. Amint látjátok, én egy vörös hagymát, valamint néhány sárgarépát használtam hozzá, de eredeti recept szerint angol zeller is kerülhet a keverékbe. Sajnos én ilyet nem találtam, úgyhogy nem is tettem hozzá. Egy aprítógépet használok arra, hogy szuper kis szemű zöldségeket kapjak, hiszen ezek teljesen krémessé meg fognak sülni, és nagyon-nagyon finom lesz tőle a szósz. Hogyha van kedvetek, akkor késsel is fel tudjátok ugye aprítani, de én szeretem ezt az egészet letudni, úgymond ezzel a géppel. Kevés olívaolajra ráborítom ezt a répás, hagymás kis keveréket, és néhány perc alatt megpirítom, és már mehet is rá a hús. Húsból többfélét tudtok használni, sertést vagy pedig marhát, amelyiket csak szeretnétek, de akár még valamilyen szárnyassal is el tudjátok készíteni. Szerintem nem kell ragaszkodni az eredeti receptekhez, minden recept, amit amúgy láthattok, az én módosításaimmal, az én ízlésvilágommal készül. Természetesen a fokhagyma sem maradhat el, ebből is néhány gerezdel adok hozzá. Ezután következik a fűszerezés. Én bazsalikomot, kakukkfüvet, borsot és sót használtam hozzá, de a ti ízlésetekre van bízva, hogy mivel szeretnétek még kiegészíteni. Ezután egy üveg passzátát adok hozzá, de akár konzervparadicsomot is tudtok belerakni. Én ezt szeretem a legjobban, hiszen üvegből van, és nagyon könnyű újra hasznosítani, még akár otthoni körülmények között is ezt az üveget. Mindig kiszoktam mosni 1 deci vízzel, és ezt is hozzáadom ehhez a keverékhez. Alaposan összekeverem, és hogyha úgy látom, hogy nem elég szószos, akkor még adhatok hozzá paradicsomot. Én mindig szoktam adni hozzá egy kevés cukrot, vagy pedig mézet, ez elveszi a paradicsomnak a savasságát, és egy nagyon kerek, jó ízt ad az egésznek. Néhány órán át fogjuk ezt a szószt készíteni, közben folyamatosan tudjuk pótolni az elpárolgott folyadékot, akár valamilyen hús alap lével, vagy pedig egyszerű vízzel is meg tudjátok ezt tenni. És itt láthatjátok, hogy mennyire el fog főni a leve, és egy ilyen sűrű, szaftos szósz fog megmaradni utána. Ezután előkészítem a rikottás részt, amihez szükségünk lesz bazsalikomra. Ezt megmosom, és egyszerűen átrakom egy tányérba. Nem muszáj friss bazsalikomot használni hozzá, de szerintem ezzel igazán finom. 2 doboz rikottát fogok egy tálba tenni. Azt kell tudni a rikottáról, hogy ez egy friss jellegű sajt, kicsit a túróra emlékeztet az íze egyébként. Kanállal, villával össze lehet törni, könnyedén össze is tudjuk keverni. Ehhez grana padano sajtot adok, de hogyha szeretnétek, akkor parmezán sajtot is tudtok bele reszelni. Én ezt szoktam használni, mert fele annyiba kerül egyébként, mint a parmezán sajt. Én alapvetően ezeket a sajtokat, magát ezt a grana padanót, vagy pedig a parmezánt is inkább fűszerként használom, és így gondolok rájuk, és így kerülnek bele az ételekbe, szerintem kimondottan karakteres, jellegzetes ízviláguk van. Őrölök bele egy kevés borsot, valamint sót, és ehhez jöhetnek hozzá a picire tépkedett bazsalikom levelek. Hogyha szeretnétek, akkor fel is apríthatjátok késsel, de nekem már nem volt kedvem úgymond még egy vágódeszkát elővenni, hanem egyszerűen kézzel össze tépkedtem és ezt kevertem bele. Ha túl sűrűnek és túl krémesnek ítélitek meg ezt a keveréket, és úgy gondoljátok, hogy nehéz lenne eloszlatni magán a tésztán, akkor néhány tojást tudtok hozzá törni.
Én házi sajtot használok a lazányéhoz, de ti nyugodtan használhattok bolti dobozos változatot is. Megmondom őszintén, én azért döntöttem emellett, mert megláttam, hogy mennyibe kerülnek ezek a dobozos változatok, és egyszerűen elszörnyedtem. 1200 forintba került a Spárban egy fél kilós doboz, és arra gondoltam, hogy na hát én pár száz forintból biztosan tudok készíteni, és hát nem ez az első alkalom egyébként, hogy házi tésztát készítek, és nagyon-nagyon örülök, hogy végül is sikerült, és erről is van fent egy videó, hogyha érdekel benneteket, megtalálhatjátok. A tepsi aljára lefektettem a friss tésztákat, hogyha száraz tésztával dolgoztok, akkor azt előfőzhetitek, de amúgy nem muszáj, főleg, hogyha az aljára is kentek egy keveset a szószból, és arra kerülnek rá a tészták. Minden egyes réteget megkenek a ricottás szószal, a paradicsomos réteggel, a tetejére egy kis grana padano sajtot reszelek, majd jöhet egy újabb sor tészta, és erre a tetejére ismét kerülhet egy kis szósz, valamint a ricottás krém, szintén sajt, valamint a tészta, és a legtetejét lezárjuk egy kevés ricottás krémmel, és ennek a tetejére pedig rengeteg-rengeteg sajtot fogunk tenni. Természetesen, hogyha valaki nem szeretne ricottás változatot készíteni, akkor nyugodtan főzhet hozzá egy bechamel mártást, amiben ugyanúgy rakhat egy kis szerecsendiót, egy kis reszelt sajtot, és azzal nyugodtan meglocsolhatja a rétegeket. Én a tetejére egy kis bivaj mozzarellát csipkedtem, majd pedig még több grana padano sajtot reszeltem, ami egy nagyon kellemes, ropogós réteggé fog sülni, a mozzarella pedig egy ilyen nagyon nyúlós, finom, sajtos részt fog alkotni. (180-200 fokra betettem a sütőbe. Folyamatosan lehet ellenőrizni, hogyha nagyon sül a sajt, akkor egy picit lejjebb lehet kapcsolni a hőfokot, vagy pedig egy alufóliával letakarni. Az én sütőmnél nagyjából 30-35 perc, amíg ez elkészül. A maradék tésztákat, hogyha szeretnétek, feldarabolhatjátok és megszáríthatjátok, így ideális egy másik tésztaételhez, vagy pedig elkészíthetitek úgy, ahogy én szoktam, egyszerűen kisebb darabokra vágom, és egy megfelelő serpenyőben kisütöm őket szárazon. Mikor gyerekek voltunk, mi nagyon sokat ettünk ilyet, és a sporhed tetején megsütöttük, és zsírral megkentünk, valamint megsóztuk ezeket. Ez volt gyerekkoromban az egyik kedvenc nasim. Legtöbbször vasárnap reggel készített a mama házi tésztát, és mindig reménykedtem benne, hogy néhány darabot meg lehet majd sütni. És már el is készültünk a lazánnyával. Általában ilyenkor célszerű egy fél órát várni, hogy feldarabolható állapotba kerüljön, de szerintem ez a legtöbb háztartásban kivitelezhetetlen, hiszen hogyha valaki megérzi ennek az illatát, és már kimondottan éhes, akkor nincs az az Isten, aki megakadályozza abba, hogy valamilyen úton módon kiszedje belőle azt az adagot, amit ő szeretne megenni. Úgyhogy megmondom őszintén, én sem szoktam várni, azonnal felszoktam darabolni, és bízom a legjobbakban, hogy azért sikerül kitálalni egy-egy adagot. Szerintem egy picit könnyedebb jellegű, de nem a kalóriákat tekintve, mint a bechamel mártásos változat, és szerintem nagyon-nagyon finom, úgyhogy aki még nem kóstolta ezt a változatot, annak érdemes lehet kipróbálni, mert szerintem nagyon-nagyon finom. Szuper sajtos, a tészta is kifejezetten finom lett benne, és a szósz is nagyon finom. Szerintem egy picit lehetett volna több szósz benne, tehát több paradicsommal. Én azt úgy sokkal jobban szeretem, úgyhogy legközelebb erre figyelek, és egy kicsivel többet rakok bele. Remélem tetszik nektek ez a recept, és kipróbáljátok. Ha igen, akkor mindenféleképp jelezzetek vissza, hogy nektek hogyan tetszett. Hogyha pedig érdekel benneteket, hogy én hogyan készítettem el a házi tészta receptemet, akkor nincs más dolgotok, mint a leírásban lévő linkre kattintani, vagy pedig itt megjelenő kis videóra, és akkor meg is nézhetitek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és megnéztétek a videót. Tudjátok, hamarosan még több új videóval érkezem, de addig is sziasztok!